magyarországi németek himnuszát énekelték a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Iskolában. Ezúttal nem egy lokális, hanem egy regionális rendezvénynek adott otthont a tanintézmény és a sportcsarnok, ugyanis a településen tartották idén a Pest megyei német vers és prózamondó versenyt. A nagyszabású rendezvényen közel 120 tanuló mérte össze tudását német irodalmi, azaz Hochdeutsch és nyelvjárási kategóriákban. A rendezvényen Spátné Faragó Éva, az intézmény vezetője köszöntötte a megjelenteket. Nagyon remélem, hogy ma minden gördülékenyen fog menni, mindenki nagyon jól fogja érezni magát, és nagyon jól fog szerepelni. Mindenkinek nagyon jó versenyzést kívánok, izgalmat hagyjátok kint, és érezzétek jól magatokat. A német vers és prózamondó versenyt évek óta a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, valamint az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége szervezi, helyi, járási, megyei és országos szinten. Az intézményvezető elmondta, a Dunabogdányi Általános Iskola már több alkalommal szervezett járási versenyt, de most első alkalommal érte az a megtiszteltetés, hogy megyei szintű versenynek adhatott otthont. Itt a járásban 4 nemzetiségi iskola van, Visegrád, Dunabogdány, Pomázon van egy német nemzetiségi iskola, és Budakalász egyik iskolája német nemzetiségi, és ezek után, hogy most az iskolánk ilyen szép lett, ezt megtudta az Émnösz is, és ugye híreket adtunk róla mindenfelé, és megkértek minket, hogy fel tudnánk-e vállalni a megyei versenynek a megszervezését. Hát nem kis munka, úgyhogy egy kicsit gondolkodtunk rajta, de elvállaltuk, és nem bántuk meg, mert nagyon szép rendezvény volt. A bizüspéde, hobi mánya áll a puszőkeim, vej ho miatt a műny, a pusznak Szent Iván. Often pusz, iz andre kumajot kvészt. Te mi a kriasztod? Szervusz, Tumba Tomás, vóvolsz du? Szervusz, Matti, Iván Sommel, pe mányar áll. Und vókészt, hi? Imuz miért a műny, ve imuz nov dorokén, svimeljene? Natan passzav, kód, veti Sommel el svimen kámcándest, de mehan óleves szó. A gyerekek 9 és 10 óra között érkeztek a Dunabogdányi Általános Iskolába. Mivel elkísérték őket szüleik, nagyszüleik és testvéreik, nagyszámú nézőközönség gyűlt össze. A megnyitó ünnepség után a diákok a termekbe vonultak, ahol irodalmi nyelven 5, nyelvjárás kategóriában pedig 3 korcsoportban mérték össze tudásukat. Auf der Köstita Pimpán, Troglaut. Was ist auf dem Pimpan? A wunderschöner Vogel. Was ist auf dem Vogel? A wunderschöne Feder. Was ist auf dem Feder? A wunderschöne Puste. Was ist auf dem Puste? A wunderschöne Madel. Was ist auf dem Madel? A wunderschöne Kladel. Vogel am Pan, Feder am Vogel. Puszta an der Feide, Madlám, puszta, Kladlám, Madl. Körülbelül egy másfél óra hosszáig tartott a verseny, és utána, amíg a zsűri részben tanácskozott, a könyveket, emléklapokat megírtuk, addig pedig különböző programokat szerveztünk a gyerekeknek. Ezek az idén nagyon jól sikerültek, nem mindig van kapottja a különböző általunk felkínált lehetőségnek. Most elmentek a múzeumba is, 2 csoport, tettek sétát itt a faluban is, a templomot megnézték, volt vetítés, ugye Bogdánynak most már több filmje van, amelyiket levetítettük az érdeklődő gyerekeknek, valamint volt kézműveskedés, és nálunk most egy új dolog, hogy társasjáték szakkörünk van, és a kolléganő, aki ezt tartja, az eljött, és egészen különleges társasjátékainkat ott bemutatta a gyerekeknek, és kipróbálhatták, nagyon élvezték. Pista, Pista, wow, Pisten, kum, tolti plátlicam ken. Ava, én Pista bácsi, hot manet kszénk. Na, várni! Hotti Lisi Pázl, Ksrien. Cmidok, hadazin, tápista bácsim, cedik, centi, síkaut, und hotja szen, majk, slet, szaen hungakod. Not kum ti Lisi Pázl, und sred mid ilyen. Jajc, pisto, tu,
ungarische schön. Spejk freszni akarsz? Cám kérnem akarsz? Nix kriegst, ca és kész takaszni. Not kriegst vosszám freszni. A másfél-két órás szünet után újra összegyűltek a versenyzők és hozzátartozóik a sportcsarnokban. Az ünnepélyes eredményhirdetésen fellépett az óvoda tánccsoportja, valamint gitár és harmonika kísérettel énekeltek a második évfolyamos diákok. Szerint minden évben a Pest megyei német vers és prózamondó versenyen adják át a Katarina Kreiszről elnevezett német nemzetiségi pedagógus díjat. Idén a pilisvörösvári templomtéri általános iskola tanítója Erdős Adrien vehette át a kitüntetést. A díj átadását követően elérkezett a várva várt eredményhirdetés. Minden kategóriában a zsűri által kiválasztott 5 legjobb jutott tovább az országos döntőbe. Duna Bogdányból 3 tanuló, Vágó Imre, Konclibe Fanni és Keller Zsófia került a legjobbak közé. Felkészítő tanáruk Melher Ágnes és Fogel Norbert volt. A rendezvény végén a közönség 3 diák német nyelvjárásban előadott prózáját hallgatta meg. Versenyt rendezni és megmutatni magunkat az mindenképpen egy jó dolog, presztízst ad az iskolának, és az, hogy meg tudtuk mutatni, hogy igen, meg tudunk rendezni egy olyan rendezvényt, ahol több száz ember van, alkalmas rá az épületünk, az udvarunk, a kollégáink, akik ezt segítették. Én azt gondolom, hogy ennek pozitív hozadéka van részben a községben, részben pedig a német nemzetiségi vonalon. Nagyon helyesek a gyerekek, gyönyörű nemzetiségi ruhákba felöltözve, izgulva, rozmaringgal, a hajukban, fonatokkal. Nagyon szép verseny volt, én azt gondolom.